Óriási volt az érdeklődés ma az oltópontokon. Egész nap regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett kérni a koronavírus elleni vakcinát. 101 oltóponton az országban reggel 7 és este 7 óra között. Több helyen sorok alakultak ki a bejáratoknál, mert olyan sok volt az érdeklődő. Szakemberek arra számítanak, hogy egy szokásos naphoz képest ma 2-3-szor többen vehették fel az oltást, csak azért, mert nem kellett regisztrálni. Százak álltak sorba kora reggel az egyik székesfehérvári oltópontnál. Regisztráció és időpontfoglalás nélkül mindenkit beoltottak. Az oltás felvételihez elegendő egy személyigazolvány, egy tajkártya és egy hozzájáruló nyilatkozat. Fejér megyében 7 településen oltanak a héten, több szakrendelőben is van oltópont, így sokan a lakóhelyükön kaphatják meg a vakcinát. Felkészültünk személyzettel, mindenféle eszközökkel, hogy akár egyes számítások, akár napi 20 ezer főt le tudunk oltani a megyében. Napközben sem enyhült a roham Szombathelyen, sokan most döntöttek úgy, hogy kérik az első oltást. Úgy gondoltam, hogy most nem kell regisztrálni, kitöltöm ezeket a papírokat, és akkor eljövök. Miskolcon sem volt megállás, ide is sokan időpontfoglalás nélkül érkeztek. Még aki nem akarja beoltatni magát, szerintem most még az is jött. Az orvosok úgy számolnak, sokkal több oltást adnak be a héten, mint az elmúlt hónapokban. Időpontfoglalással, időpontfoglalás nélkül, lakossági regisztrációval vagy anélkül, tehát jöhet bárki az oltásra, és biztatjuk a lakosokat, hogy használják ki ezt a hetet erre. Hiába esett az eső, Pécsen még kora este is hosszú sorokban vártak védőoltásra a páciensek. Voltak, akik munka után érkeztek. Óriási az érdeklődés, ahogy lehet látni itt mellettem és mögöttem, várunk mindenképp, akár az első oltásra, akár a harmadik oltásra. Készen állunk az oltási hétre. A Honvéd kórházban is van elég hely, 8 oltóponton várják a jelentkezőket. Vikonkál Norbert főigazgató hangsúlyozta, nem szabad hinni a pletykáknak, be kell adatni a vakcinát. Emberek gyakorlatilag olyan kérdésből kezdenek el túlgondolni, ami egy hótegyszerű kérdés. Van egy vírus, ami megtámadta az emberiséget, honnan jött, nem tudjuk. Az a lényeg, hogy van rá most már oltás. Közben még mindig emelkedik az új betegek száma. A hétvégén több mint 27 ezer új fertőzöttet azonosítottak, és 392 ember halt meg a vírus miatt. Még mindig több millióan vannak, akik egyáltalán nem oltatták be magukat. Több mint 6 millióan beoltatták magukat itthon, sokan viszont még mindig nem. Ők nem csak magukra, hanem másokra is veszélyesek. Erről a kormány szóvivő beszélt az M1-en. Szentkirályi Alexandra szerint ezért lett szombattól sok helyen kötelező a maszk. Ez tud segíteni a járvány terjedésnek a csökkentésében, de az igazi megoldás az alapvetően az oltás. Éppen ezért mi is minden eszközt megragadunk, most például az éppen futóoltási akcióhét keretében arra, hogy az oltásra buzdítsuk az embereket. Hétfő reggelig csak nem 6 millió 25 ezeren kapták meg a vakcina első dózisát. Közülük több mint 5 millió 794 ezeren a második, 1 millió 834 ezeren pedig már a harmadik oltásukat is felvették.